A Komáromi Napok Fesztivál része minden alkalommal az Egresi Fúvós Zenekar koncertjével kezdődik a Jókai Ligetben. A jelenlévőket Molnár Attila polgármester köszöntötte. A városvezető elmondta, 3 év telt el, hogy együtt tudtunk ünnepelni Észak-Komárommal, ezért öröm látni, hogy ilyen sokan ellátogattak a fesztivál nyitó eseményére. A koronavírus járványt kordába lehet tartani, meg valamilyen szinten talán le lehet győzni a vakcinákkal, az oltásokkal. Valahogy a gazdasági életet is újra lehet indítani különböző akciókkal, programokkal, de én azt gondolom, hogy a közösségi élményt, a közösséghez tartozás élményét azt nem lehet. Az évek kellenek ahhoz, hogy ezeket újra lehessen indítani, és ezért nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vagyunk, és újra együtt tudunk ünnepelni Észak- és Dél-Komárom közös rendezvényén a 33. komáromi napokon, mert hát miről szól ez az esemény? Természetesen az összetartozásról, a barátságról, a szeretetről és a példamutatásról. Úgyhogy még egyszer Isten hozott mindenkit, és mindenkinek tartalmas kulturális élményt kívánok, jó szórakozást a komáromi napok valamennyi rendezvényéhez, és ne felejtsük el a mottónkat, szlogenünket, Komárom határtalanul jó. Az Egresi Fúvós Zenekart, ahogy mindig, Szabó Ferenc karnagy dirigálta, akit az ünnepi testületi ülésen díszpolgári címmel tüntettek ki. Nagyon hálás vagyok azoknak, akik felterjesztettek erre a díjra, és én azt gondolom, hogy el kell mondjam ilyenkor, hogy egy gyönyörű szép díszpolgári címre az én nevem került, de azért az elmúlt 31 évben azért ez egyedül nem mehetett, és itt nagyon hálásan gondolok, és jó szívvel mindig azokra a növendékeimre, azon növendékeim szüleire, illetve olyan régi növendékekre, akik életbe tartják velem most már több mint 25 éve a Komárom Város Egresi Fúvós Zenekarát is, és hát nyilván őnekik is ajánlom egy picit ezt a díjat, mert nagyon nagy megtiszteltetés, de ahogy elmondtam, ez egy közösségi munkának is az eredménye. Annak az egyik, ha nem a legfontosabb fellépése minden évben, a Komáromi Napok megnyitó koncertje, hiszen itt ezen a téren ilyenkor a saját közönségünknek, a saját magunk által úgymondom legjobban szeretett és legjobban preferált darabok jelennek meg, és itt tudjuk bemutatni a vadonatúj repertoárunkat is, ami ilyenkor aztán nyáron egy kis kalandos útra indul, többek között Sárvári Fúvószenekari Nemzetközi Fesztiválra igyekszünk majd július elején, aztán július közepén Tatabányán a már megszokott Százan fújják projekten veszünk részt, és most egy nagyon megtisztelő meghívást Nyírbátorba kaptunk, úgyhogy egy 3 napos turnéra indulunk majd augusztus közepén, és hát ennek a nyári koncert sorozatnak a legújabb darabjai is itt kerülnek bemutatásra, természetesen figyelve arra, hogy a megfelelő hangulathoz, a szórakoztatáshoz illeszkedjünk mi is.
mindig fontos számunkra az eredeti fúvós zenének a bemutatása. Több olyan darab is kerül most a színpadra, amelyet tulajdonképpen néhány hónappal ezelőtt kezdtünk el próbálni. Ezek eredeti, de nagyon jól hallgatható koncertfúvós darabok, és természetesen a világslágerek, filmzenéknek a tárháza is azért elő fog kerülni. Ezeket szereti játszani a zenekar is. Nagy létszámmal vagyunk jelen, ahogy mondtam, több mint 60 fős a zenekar, most már évek óta tudjuk tartani ezt a létszámot, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyenkor hát megtelik a tér, remélem miattunk. Reméljük, hogy az egész térnek a hangulatát most be tudjuk indítani, és három napig aztán hadd szóljon a fesztivál. Április 29-én bárki ingyen megkóstolhatta Komárom ételét, a jókai palacsintát. A Komgasztro standja előtt kígyózó sor állt. Büszke vagyok, de akkor leszek még büszkébb, mert még csak most kóstolják, hogyha utána megveregetik a vállunkat, mert ez most már tényleg egy közös gyermek, nem csak az én nagyszüleményem. Úgyhogy egyelőre nagyon-nagyon boldog vagyok, de várom a fejleményeket. Nem nagyon hiszem, hogy csalódást okoznánk bárkinek. Hogy ízlik a jókai palacsinta? Nagyon ízlik, ízletes benne a csülök, és a babot érzem ki, meg tejfölt egyelőre. Nagyon finom. Különleges és nagyon pikánsan finom. Örülünk, hogy most már ezután Komáromnak is lesz egy ilyen jellegzetes étele. És ízlet kipróbáljuk majd otthon is. Könnyen volt megtalálni benne a kolbásziszt, talán a császárszalonna ízét is. A babot kevésbé, de megtaláltam a babnak az ízét is. A tejföl ezt kimondottan jó volt rajta, nagyon kellemes volt. Remélem nagy sikere lesz, és Komáromot többek között erről is meg fogják emlegetni, nem csak a jókairól, hanem a jókai palacsintáról is. A jövőben Guinness rekord kísérletet is terveznek a hídon, ahol a két Komáromot összekötő jókai palacsintával próbálják erősíteni a kapcsolatot. Már átmentünk Észak-Komáromba is, és én ennek nagyon-nagyon örülök, mert egy kicsit azt érzem, hogy mintha elindult volna valami olyan dolog, amiben mindenki össze tud fogni. Meg ott is egyébként nagy siker volt, mert pont ott voltunk nyilván nem véletlenül forgatni, amikor felkerült az étlapra, a Bridge étteremben egyébként. És így mondtam, én megbököttem a séfet, hogy figyelj, már az ötödik megy ki, azt mondja, nem az ötödik, már a 25., de hogy nagyon ízlik mindenkinek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, nagy köszönet egyébként a városnak. Én is köszönöm, hogy egyáltalán meghívtak, és hogy ez az egész létrejöhetett, úgyhogy tök jó érzés ide jönni. Meg imádom Komáromot, komolyan. Hogy a rég elveszett álmok visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. A Jókai Ligetben a Bombon együttes és Vastag Tamás fonogram díjas énekes színész is színpadra lépett. Vastag Tamás az X-faktorban vált országosan ismerté. Több alkalommal is bekerült az M1 a Dal című Eurovíziós nemzeti dalválasztó műsorába. Ez a